Sziasztok, én Keresztesi László vagyok, és amikor elkezdek egy belépőszintű okostelefont tesztelni, akkor mindig bajba vagyok, mert én nem ehhez vagyok szokva, amit egy ilyen telefon tud nyújtani. Amikor egy picit elkezd laggolni, nem olyan szép a kép, a fényképeket nem olyan részletgazdagan rögzíti, a videó is, hát, hagy kívánni valót maga után, komolyabb játékokat nem lehet játszani, ilyenkor mindig elmegy tőle a kedvem, de aztán emlékeztetnem kell magamat, hogy vannak olyan felhasználók, akiknek nincs szükségük egy komoly, erős mobiltelefonra, akik csak videózni akarnak rajta, mondjuk egy-két fotót akarnak készíteni a családról, vagy akár egy videót. Úgyhogy vannak olyan emberek, akiknek bőven elég egy belépőszintű okostelefon, úgyhogy az Oppo A16s is ebben a kategóriába fog esni. Vannak hibái, gyengeségei, de amire kitalálták, arra jó lehet. A dobozban a telefonon kívül találunk majd egy 10 wattos töltőt, egy szilikontokot, jack fülhallgatót és egy adatkábelt. A készülék kialakítása nagyban hasonlít a két Reno telefonra. A gyártó törekszik arra, hogy felismerhető legyen meg annyi okostelefon között, nyilván az Oppo feliraton túl egy egyedi ezüstmetál fényezés is segít, ami a szilikontokon is látható. A telefon gyöngyház kék és kristályfekete színben lesz kapható, és mindkettőben nagyon jól néz ki. A készülékek összeszerelési minőségére nem lesz panaszunk. Az oldalak lekerekítettek. Ebben az árkategóriában nem nagyon emlékszem, hogy bármilyen IP védelmet kapna egy telefon. Ez kapott egy IPX4-es besorolást, ami azt jelenti, hogy a fröccsenő víznek ellenáll. Nyilván a gyakorlatban a többi hasonló telefon is képes erre, de hogyha erre a gyártó külön IP védelmet ad, mégis azt gondolom, hogy ez a telefon sokkal jobban ellen fog állni mondjuk egy komolyabb esőnek, mint egy más hasonló árkategóriájú készülék, aminek nincs IP besorolása. Van jack csatlakozó, bekapcsoló gomba épített új lenyomatolvasó, a készülék dual SIM-es és bővíteni is lehet. A szilikontok mellett a kijelzőn fogunk találni egy fóliát, úgyhogy így elsőre nem kell semmi pluszt vennünk ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a telefont. Az eddigi legnagyobb kijelzős Oppo telefont tarthattam a kezembe, természetesen azok közül, ami Magyarországon kapható, a maga 6,52-incsével, 720x1600 pixel HD plusz felbontással és természetesen LCD panellel. Az átlagos fényerő 480 nit, ami annyira nem kiemelkedő, de amire vesszük a telefont, arra jó lesz. Napfényben egész jól látható a kijelző, az automata fényerő pedig rendkívül gyorsan reagál a fényviszonyokra. Videókat, fényképeket teljesen jó rajta nézni, legyen akár YouTube vagy HBO Go, a nagy kijelző vonzóvá teheti a vásárlást. Viszont HDR-ben nem képes lejátszani tartalmat. Hangminőségben teljesen átlagos, viszont hangerőben, mintha egy picivel hangosabb lenne a versenytársaknál. A beállítások között megtaláljuk a világos és sötét módot, amit lehet automatizálni, van szemkímélő mód is, nincs értesítő LED, sem Always on Display. A hardwareben nem annyira erős, MediaTek Helio G35-ös processzort kapunk 4 GB RAM-mal és PowerVR GN8320 GPU-val. Antutun 98.977 pontot ért el, Geekbench-en sem lett kiugróan magas az eredmény. Gyakorlatban azt jelenti, hogy fogunk döccenésekkel és töltési képernyővel találkozni. Viszont az Oppo is tudja, hogy nem egy bika hardware-ről van szó, ezért szoftveresen próbál ezen a problémán segíteni. Például minden este, amíg alszunk, a telefon kitisztítja a memóriáját. A telefonon gyárilag lesz egy GameSpace nevű applikáció, amin látjuk a telefon teljesítményét, beállíthatjuk, hogy ne zavarjanak játék közben, és ha tartósan vagy nagyobb erőforrást igénylő játékkal kívánunk játszani, akkor bekapcsolhatjuk a Pro módot, ilyenkor nagyobb teljesítményre kapcsol a telefon. Kisebb játékok futtatására tökéletes lesz a telefon, én a PUBG-vel is megpróbálkoztam, elindult, lehetett is vele játszani, de a játékélmény az eléggé hát kiábrándító volt, egyrészt nem volt részletgazdag a textúra, illetve az FPS szám is nagyjából ilyen 21-22 körül alakult. Viszont egy kisebb játék esetében a 60 FPS-t simán hozta. Átértáról még nem beszéltem, ami 64 GB, ebből 11 GB-ot foglal a rendszer, szóval ha sokat videózunk, akkor lehet, hogy idővel kinőjük, és szükség lesz majd egy microSD kártyára, amiből maximum 256 GB-osat támogat a telefon. Szoftvernek az Android 11-et kapjuk, ColorOS 11.1-el és július 29-i frissítéssel.
A testeszabás széles skálája érhető el, megválaszthatjuk az ikonok stílusát, az alkalmazások elrendezését, variálhatjuk a színeket és az értesítő panel formáját. Beállíthatjuk a navigáció módját, hogy virtuális gomb vagy pöccintés, képernyőfotót háromújas mozdulattal készíthetünk, bekapcsolhatjuk az intelligens oldalsávot, ami a Samsungnál az Edge panel, illetve osztott képernyő módra is van lehetőség. A többi Oppo telefonhoz hasonlóan, ahogy már mondtam, itt is elérhető a Game Space mód, láthatjuk a telefon kihasználtságát, mennyi az FPS, kikapcsolhatjuk az értesítéseket, de a Messengert is meg tudjuk nyitni lebegő ablakba. A legördülő menüben megtaláljuk a szokásos menüpontokat, van képernyőrögzítés gyárilag, gyermeksarok és QR kód olvasó. A gyermeksarok ez nem úgy néz ki, mint a Samsung Kids, hogy bizonyos applikációk ugye oda vannak telepítve, és a gyerekek játszhatnak vele, hanem be tudjuk állítani, hogyha bekapcsoljuk a gyermeksarkot, milyen applikációkat tudjon használni a gyerek a telefonon. Ezt tudjuk időzíteni is, hogy meddig használhatja a telefont, illetve be tudjuk kapcsolni, hogy ilyenkor a mobil internet nem működjön, tehát ilyen plusz vásárlásokat ne tudjanak indítani mondjuk a Play áruházban. A szoftver teljesen felhasználóbarát, de mikrolaggal azért fogtok találkozni. A kamerás fronton sincsenek jó híreim, és őszinte leszek, nekem ez a fájó pontja a telefonnak. Értem én, hogy egy belépő szintű okostelefonról van szó, de azért a 13 megapixeles főkamerát én keveslem, és hát örültem volna, hogyha már egy 48 megapixeles bele tudnak pakolni. Azért a fotók minőségén ez előjön. Ezen kívül van még két-két megapixeles makró és mélységszenzor, előlapon pedig egy 8 megapixeles kamerát találunk. Videót rögzíteni Full HD 30 FPS-ben lehet. Fotózás során az élőkép elég fakó, de érezni, hogy a szoftver dolgozik rendesen. Telefonon még egész jól mutatnak a képek, de szemtögépen visszanézve már látszik, hogy nincs annyi részlet, zajos a kép, nappal jó fényviszonyok mellett elfogadható, fényképeket lehet csinálni, Facebookra vagy Instagramra elmegy, ha elő akarjuk hivatni, hát lehet, hogy nem lesz prima a minőség. Éjszakai módban még zajosabb, és jobban elvesznek a részletek. Portré módban nem sikerült annyira eltalálni a körvonalaimat, hol sokat, hol keveset homályosított el. Makró módban alapból 2 megapixeles szenzorunk van, tehát ne várjunk túl sokat. Normál fényképeknél van HDR mód, és különböző szépítési effektusokat be tudunk kapcsolni, amivel picit javíthatunk a minőségen. Digitális nagyítást végképp ne használjunk, mert ott még több részlet fog elveszni, és a vonalélesség is még drasztikusabban visszaesik. Videózástól se várjunk túl sokat. Gyakran bevibrál, az automata fókusz meghűl, a színekre itt is a fakóság jellemző, viszont legalább annyira nem remegős a kép. Egy belépő szintű telefonról van szó, de a fényképezés szerintem már minden korosztályban fontos tényező, úgyhogy erre több hangsúlyt kellett volna fektetni. Viszont a jó hírek most jönnek. Az új lenyomatolvasó és az arcfelismerés teljesen jól működik, gyorsan reagál mindenre, elég nagy a új lenyomatolvasó szenzor, tehát könnyen be fogja olvasni, illetve az arcunkat is pillanatok alatt felismeri, úgyhogy ebben csillagos ötös. Adatkommunikáció terén van 5. generációs kétsávos Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, tehát mobil fizetésre is lehet használni, illetve a fontos GPS műholdakat is ismeri. Az akkumulátor jó is, meg nem is. 5000 mAh, ami kétnapos üzemidőt biztosít, viszont csak 10 watt-tal lehet tölteni, szóval 2,5-3 óra a teljes feltöltési idő. Van egy töltésütemező funkciója is a telefonnak, ami azt jelenti, hogy ha este töltőre rakjuk, akkor reggel 6-ra fog pontban 100%-ra feltöltődni, tehát annyira le fogja lassítani a töltést, illetve van egy hőmérséklet érzékelő is benne, ami azt jelenti, hogy ha érzékeli, hogy kezd túlmelegedni a készülék, akkor vissza fog venni a töltésből. Szóval összegezzünk. Nyilván nem egy pro telefonról van szó, vannak hibái a készüléknek, de alsó-közép kategóriába megfelelő lehet. Inkább azoknak lehet ajánlani, akik tartalomfogyasztásra vennének készüléket, erre alkalmas a 6,52 incses kijelző, illetve az 5000 mAh-es akkumulátor, illetve hogyha kisebb játékokat szeretnénk játszani, mondjuk egy Candy Crush vagy egy kártyajáték, erre tökéletes lesz a telefon. Az igazi gyenge pont szerintem az a kamera rendszere. Ha megnézzük a versenytársakat, akkor hasonló áron találunk már jobb készüléket is,
Pontos árat nem leltem még fel, a szolgáltatók kínálatában elérhető, és a listára 65 és 75 ezer forint között mozog. Így lehet venni azért mondjuk Samsungba is egy jobb készüléket, viszont a Telenornál most van egy promóció a készülékre, ami azt jelenti, hogy ha október 31-ig megrendelitek, akkor egy Oppo Enco R fülest kaptok ajándékba, amit már szintén teszteltem, úgyhogy nézzétek meg. Annak az értéke nagyjából 30 ezer forint, és egy baromi jó fülesről van szó a kategóriájához képest, úgyhogy ha úgy nézzük, hogy egy mondjuk 75 ezer forintos telefonhoz kapunk egy 30 ezer forintos fülest, tehát maga a telefon csak 45 ezer forintba kerül, akkor abban az esetben ez már kifejezetten egy jó választás lehet bárkinek is, illetve amiről még nem beszéltem, szoftveres oldalon szerintem az eddig legjobb támogatású készülékről van szó ebben az árkategóriában, amivel én találkoztam. Én köszönöm az Oppo-nak, hogy egy hétre rendelkezésemre bocsájtotta a készüléket. Hogyha tetszett és hasznosnak találtátok, akkor nyomjatok egy lájkot, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el bekapcsolni a harangot, mert akkor minden videómról kaptok majd értesítést. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és akkor néhány nap múlva újra találkozunk. Addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!